több mint 100 komoly jazz és világzenei koncert, színházi és táncszínházi előadások, kiállítások és filmvetítések. Így készültek tavaly a jubileumi 40. Budapesti Tavaszi Fesztiválra. A magyar kultúra egyesítését a Tavaszi Fesztivál kezdte el, hiszen a Vasfüggönyön túrról hazahívta azokat a világhírű magyar művészeket, Cifra Györgytől kezdve Vásári Tamás, akkor még ugye Londonban élt, Vazarelli, tehát hogy elkezdte ezt a magyar kultúrát összefogni. Ezt még 2019. novemberében mondta a főszervező. A fesztivált végül a koronavírus miatt nem tartották meg, és úgy néz ki, hogy az eredeti formájában nem is lesz több budapesti tavaszi fesztivál. Először a Népszava írta meg, hogy K.L. Csaba a múlt héten közölt egy Jénémet Erzsébet kulturális ügyekért felelős főpolgármester helyettessel. A kormány a továbbiakban nem kíván pénzt adni a rendezvényre. A kormányzatnak nem szokása indokolni. K.L. Csaba, amikor itt járt a hivatalban, ő sem adott erre igazából indoklást. Egyszerűen a kormány tavaly decemberben így döntött. A kormány 200 millió forinttal támogatta a Budapesti Tavaszi Fesztivált és a Café Budapest Fesztivált. A döntésük alapján ehelyett két másik rendezvényt támogatnak, a tavaszi Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Heteket és az őszi Liszt Ferenc Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivált. Összesen 1 milliárd 750 millió forint állami támogatást adnak. A Budapesti Tavaszi Fesztivál márka név a főváros tulajdonában van. Terveik szerint folytatják a hagyományt, idén online formában, jövőre pedig a fesztivál gyökereihez visszanyúlva hoznák közelebb a kultúrát az emberekhez. Kerestük a kormányt, hogy megtudjuk, miért szállnak ki a Budapesti Tavaszi Fesztivál finanszírozásából. Azt írták, a nyitás után a kulturális turizmusnak olyan eseménysorozatok adhatnak új lendületet, amelyek nem csupán a fővárosra fókuszálnak, hanem bennük van a potenciál, hogy országos kiterjedésűek legyenek.